A Kályami Kovács Mihály tagintézmény újonnan kinevezett vezetőjével, Karas Elvirával beszélgettünk a tanévkezdésről, a tervekről. Az új vezető egy éve került a tagintézménybe, melynek vezetésére most Sági István tankerületi igazgató kérte fel. Karas Elvira 21 éve van a pályán, kémia-biológiai szakos pedagógus. Én a Kovácsba ugye már a tavalyi évben is itt voltam ebben az iskolában, ugye, és óraadóként a Kiskolcsosi Általános Iskolába jártam még ki. Mit kell rólam tudni? Tehát ugye 21 éve vagyok már a pályán, és ugye tankerületi igazgató úr kért fel engem erre a posztra, és hogy ezt az új tanévet kezdjem meg. 21 éve, és kémia-biológia szakosként látom el a feladataimat, és akkor így most már az új tanévben persze az igazgatói feladataimat, feladatköreimet is ellátom. Jelenleg több feladatellátási helyen vannak a kovácsosok. Az új épület átadása után mind a 217 diák visszaköltözik majd a Kálvin út 9-ben. Az új iskolában újabbak lesznek a szabályok. Ráadásul a gyerekeknek meg kell szokni az új tagintézmény vezetőt is. Az új épületbe kerülnek majd az alsó tagozatosok, a felsősök pedig a régi épület felszintjén lesznek. A tanévkezdés zökkenőmentes volt mindhárom helyen, az Arany és a Varró iskolában és a Dózsa napköziben is. Sok minden meg fog változni, ha visszakerülünk az új iskolába. Ugye egyelőre, ugye, ahogy mondtam már, ugye feladatellátási helyen vagyunk. Még ugye kértem a tantestület és a diákoknak a türelmét, hogy mindenféleképp még bírjuk ki ezt a pár hónapot, mielőtt visszakerülünk. És sok minden meg fog változni. Új lesz az épület, új lesz ugye az iskola, újabbak lesznek a szabályok, ugye. Ráadásul a gyerekeknek ugye meg kell szokni azt is, hogy új tagintézményvezető van, ugye. Az elsősöknek is teljesen új lesz a helyzet, de ugyanígy a felső osztályosoknak is. Meg kell szokni a kisdiákoknak azt is, hogy most már ugye összesen 217-en fogunk ugye elhelyezkedni ebbe az új épületbe, ugye, de úgy gondolom, hogy elég szellősen el fogunk férni, ugye megépült az új szárny, az új szárnyba fogjuk ugye elhelyezni az alsós tagozatainkat, ugye, a felsősök pedig ugye a földszinten fognak a régi épületben elhelyezkedni. Beosztottuk a tantestülettel és az intézményvezető asszonnyal, az intézményvezető helyettesek is megnyitották a tanévet. Én ki tudtam menni az Arany János úti feladatellátási helyre, ahol köszöntöttem ugye egy pár mondatba az elsős kis diákjainkat, ugye, hogy mit is jelent az, hogy becsengettek. A többi helyen ugye a Varró István technikumban Török Csilla intézményvezető helyettes, a Dózsa György úti épületünkben pedig Lévainé Kovács Róza intézményvezető helyettes köszöntötte a diákokat. Persze egészen más lesz, hogyha visszatérünk, ugye, ünnepélyes átadásra kerül sor, és akkor itt újra tudom majd köszönteni egybe a diákokat. A munkatervek már készülnek, a szokásos kovácsos versenyek mellett újakat is terveznek. Az ökoiskola pályázaton szeretne az iskola indulni, ehhez délután biológia, kémia, fizika, földrajz szakköröket indítanak. A tehetségkörökön a diákok idén is részt vehetnek. Az 5.-6. évfolyamon a kiskukta szakkör, a 7.-8. kerékpártúra szakkör lesz. Tovább bővítjük a munkaterveinket, ugye, hogy mivel már vissza fogunk költözni, tehát a Kovács napok mellett ugye még lesz egy úgynevezett, szeretnénk az ökoiskola pályázatot elindítani, szeretnénk, hogyha ökoiskolák lennénk, ezért délutáni szakkörökként ökoszakköröket, biológia szakköröket, kémia szakkör, valamint fizika és földrajz szakkörök indulnak be. Ezek lesznek az újdonságok. Emellett ugye már nekünk megvoltak a tehetségkörök, de mellette még a diákok részt vehetnek ezeken a szakkörökön, és tovább folytatjuk még ugye az 5.-6. évfolyamon voltak a kiskukta szakkör, ugye 7.-8. évfolyamosoknak voltak az úgynevezett kerékpártóra, tehát ezek lesznek az újdonságok, meg ugye mindenféleképp szeretnénk kiépíteni, hogyha megpályázzuk ugye az ökoiskola címet, hogy kialakításra került nagyon szépen az úgynevezett technika termünk, és abba a technika terembe kialakult egy kis konyha rész is, ahol a diákok ugye tovább tudják majd a kis dolgaikat készíteni. Szeretnénk még beépíteni, hogy minél többet töltsünk a szabadba, szeretnénk, hogyha egy kicsit a környezetvédelem is ugye tudatosulna a gyerekekben, és szeretnénk ugye ezzel a fenntarthatóságot is fejleszteni. Ezen kívül az alsósoknál viszont új dologként ugye 2017-ben beindult ez az úgynevezett komplex alapprogram, és ebben ők már ugye részt vettek, ez az úgynevezett ilyen alprogramok, digitális, testmozgás, életalapú gyakorlatokkal, és ezt a tanítónéniink nagyon szépen tudják beépíteni az órarendjükbe, és délután alkalmazni a diákokkal. Az új vezető szeretne, ha kicsit a környezettudatosabbak lennének a gyerekek. Az alsósoknál pedig folytatódik a komplex alapprogram.